az nyomtatásban megjelent könyvei megrendelhetőek a nafallas.hu oldalon, illetve hangoskönyvként elérhetőek a voice.hu oldalon. Harc a démonokkal. Az ördögűzés története. Mi az ördögűzés az egyház, és mi az ezotéria szerint? Milyen természetfeletti erők munkálnak az exorcizmusban? Mit mond erről a Biblia? Mióta gyakorolják az ördögűzés rituáléit a történelemben? milyen üdvtörténeti jelentősége van az ördögűzésnek a gonosztól való megszabadulásban. Hogyan törik meg az ördög hatalmát az exorcisták? Létezik-e a XXI. században valódi démoni megszállottság, avagy mivel magyarázható ez a paranormális jelenségkör? Mit akar az ördögűzés kifejezése? Vajon kit kell elűzni egy helyről, kiűzni egy emberből, és kivel kell felvennie az egyháznak a harcot? A katolikus szakirodalom szerint az ördögűzés az ördög hatalmának megtörése. Ez a metódus olyan imádságot és rituálét takar, amely során meg lehet szabadítani a gonosz lelkek befolyásától egy személyt, vagy egy helyet, vagy egy tárgyat. Eredete roppant leleményes, mivel a görög exorkidzein szó ellentétes értelmére történő igazítása. Az exorkidzein szó jelentése gonosz szellem varázslattal vagy ráolvasással történő hívása. Ezt fordították a visszájára, amikor az exorkidzein vagyis eskü alatt megtagad, kifejezésből kreálták, amelynek a jelentése a gonosz démon eltávolítása vagy hatástalanítása Isten vagy Krisztus segítségül hívásával. Ebből származik az exorcizmus kifejezés, amely leegyszerűsített jelentéssel, mint ördögűzés került át a köztudatba. Az ördögűzés fajtái Az ördögűzés egyik fajtája a magán ördögűzés. Ez sokféleképpen történhet. Jelesül keresztvetéssel, szentelt vízzel és imádsággal. Ezt mindenki saját kezűleg végezheti el saját magán. A másik típusa az ördögüzésnek a nyilvános, azon belül az ünnepélyes és az egyszerű. Ez lényegében arról szól, hogy egy felszentelt személy külön engedéllyel hajtja végre a szertartást. Ez is imádságokból és parancsolatokból áll, melyek folyamán Isten vagy Krisztus segítségét kérik. A pogány, vagyis nem keresztény, mágikus rítusokban egy másik démon szoktak megidézni a megszálló ördög távoltartására. Isten, Krisztus és a szentek segítségül hívása mellett többféle szentelményt is alkalmaznak az ördögűzés során. Például rózsafűzért, feszületet, szentelt tömjént, olajat, vizet, sót, ostját, stb. A nép körében elsődlegesen az emberi megszállottság ismeretes, amikor is az ördögi lény az illető teste és elméje felett veszi át az uralmat és kényszeríti őt valamilyen cselekedetre, alant a szándékainak megfelelően. De ugyanez a rítus érhető tetten a házszentelés aktusában is, amikor a helyet megtisztítják az ártó entitásoktól, kísértetektől és ördögszerzetektől, annak érdekében, hogy a lakók életét azok ne háborgathassák. Miért űzi a démont az egyház? Az ördögűzés dogmatikája úgy foglalható össze, hogy az eredendő bűnön kívül egyéni bűne is van a léleknek. A lélek gonoszszá tud válni e dogmatika szerint, s testetlen állapotában többnyire sokkal erősebb egy halandó embernél. Azután jött Jézus, aki megmérkőzött a gonoszszal, s miután legyőzte, ezt a jártasságot átruházta az egyházra. Gondoljunk csak Máté 10.8-ra, vagy Márk 3.14-re, 17 re vagy Lukács 9.1-re, vagy sorolhatnám még tovább az idézeteket. Onnantól gyakorolja ezt a jogot a klérus. A Firenzei Egyetemes Zsinat bullájában 1442-ben kimondta, hogy idézem, soha senki nem szabadulhat meg az ördög uralmától, csakis az emberek és az Isten közötti közvetítőnek, ami mi Urunk Jézus Krisztusnak érdeméből. Eddig az idézet. Az ördög hatalma a szentségek által törhető meg. Védelmet csak a szentségek adhatnak, melyek az ige hirdetéstől, a vallási szertartásokig mindenre kiterjednek. Alap gondolatához hozzá tartozik, hogy nem csupán a bűntől, hanem az ellenségtől is meg kell szabadulni. Az Ószövetségből megtudhatjuk, hogy az Úr haragja és hatalma kiterjed a hamis istenekre, és a tisztátalan lelkekre is, minthogy képes azok mesterkedéseit felszámolni. Dánielnél az embernek látszó mennyei lény Mihály segítségével harcol a pogányok fejedelmeivel. Tóbiást Rafael Arkangyal képezi ki az ördögűzésre. Az egyház ördögűző formuláinak egy része az Ószövetségi Zakariás 3-1-5-ig, amikor is Jahve angyala rászól a sátárra parancsoljon neked az Isten. Az új szövetségben Jézus a megváltás lényegét főként a rossztól és az ördöktől való megszabadításban mutatta meg. Lásd Lukács 11.20 vagy Máté 12.28. A megváltás volt aképpen megszabadulás, melyben a mesiás működik közre. Az egész ügytörténet értelmezhetetlen az ördögűzés nélkül, tudnélik Jézus missziója részint tanításból, részint ördögűzésből, gonosztól való megszabadításból, részint pedig a betegek meggyógyításából állt. Ördögűzés spirituális szemmel. Az arhaikus időkben a sámánok és a tátosok feladatai közé tartozott az ártó szellemek, a betegséget okozó démonok és a különféle alvilági lények kiűzése. A bibliai idők előtt is találkozunk már a közelkeleten démonűző rítusokkal. Mezopotámiában például a mai irán területén, és Egyiptomban egészen biztosan. Sumer ékírásos táblákon találtak démonűző ráolvasásokat és ceremóniákat. Ezek a módszerek jobbára az átviteli és a hasonlósági mágia körébe tartoznak. A démont tárgyal, növényjel vagy állattal azonosították, majd tulajdonságát átadva annak a tárgyat elpusztították. Így szüntették meg a kóros tüneteket. E metodika mögött az alkémia rejtett összefüggéseit fedezhetjük fel. Ördögűzés históriája egyes papok már a kereszténység korai szakaszában kifejezetten az ördögűzésre specializálódtak. Később valamennyi katolikus pap elvégezhette ezt a feladatot a három alsó egyházi rend felvétele után. A 7. században állították össze az első hivatalosan engedélyezett egyházi ördögűzést. Ezután több hasonló következett. Az évszázadok alatt nem túl sokat módosítottak a rituálékon. A démon faggatása és szóra bírása csak a középkorban jelent meg az exorcizmusban. Oka, hogy többet tudjanak meg a démon természetéről. Ennek folyamán megtudakolták a nemét, a korát, a rangját, a célját és egyebeket. A 15. századtól teljesen bevett szokássá vált az ördögűzés. Olyannyira így volt ez, hogy az ördögűzés a középkor embere számára még a kivégzéseknél is látványosabbnak és csábítóbbnak bizonyult. 1578-ban jelent meg Girolamo Mengo minorita szerzetes Flagellum Demonum című műve, az egyik legismertebb gyűjtemény. Sajnálatosan azonban 1709-től indexre került ez a könyv. A római katolikus dogmatika értelmében az exorcizmus egy szertartás, s nem egy szentség. A téma szakértői leírják, hogy az ördögűzés fedhetetlensége és hatékonysága nem függ egy szabott formula szigorú követésétől vagy előírt cselekedetek meghatározott sorrendjétől. A hatékonysága két elemtől függ. Az egyházi hatóságoktól származó érvényes felhatalmazástól és az exorcista hitétől. A katolikus egyház a mai napig hivatalos ördögűző módszertana az 1614-es rituáli románumban található. Az ördögűzés az egyik legszigorúbb és legszervezettebb szertartás az összes létező ördögűző rituálék között. A katolikus enciklopédia 1908-as kiadása a következőképpen ír. Szabályszerű vallási szertartás során sem a babonát nem szabad összetéveszteni a vallással, bármennyire is összefonodott a történetük, sem a mágiát, bármilyen fehér is. A római rituálé felsorolja a démoni megszállottságra utaló jeleket. A megszállott személy általa nem ismert, idegen vagy ősi nyelveken beszél. Természetfölötti képességekkel vagy erővel bír. Olyan elrejtett vagy távoli tárgyakról tud, amelyekről nem lehetne tudomása. Bármiféle szendologgal kapcsolatban averziót, idegenkedést táplál. Heves istenkáromló és vagy szentségtörő viselkedést tanúsít. A katolikus egyház valamelyest módosította az exorcizmus szertartását 1999. januárjában. Az ördögűzést egy veszélyes, spirituális műveletnek tekintik, minthogy úgy tartják, hogy a megszállott személyeknek is van szabad akarata, még abban az esetben is, ha a démon manipulálja a testét. A szertartás kulcs mozzanatai. Imádságok, szentelt vízzel való meghintés, a szentek közbenjárásának kérése, kézrátétel, a kereszt jele, majd az ördögűző formula. Először az Istenhez könyörögnek segítségért, majd megparancsolják a gonosznak, hogy távozzon a megszállott emberből. A szertartás háladó imával zárul, a démon a kiűzésekor többnyire jellegzetesen látható formában távozik. Nem ritka a hányás és hasonlók jelentkezése, miként a testnyírásokból előjövő állat sem. A XXI. században a katolikus püspökök ritkán engedélyeznek ördögűzést. Sokan fenntartásokkal viszonyulnak egy természetfeletti jelenséghez. Megint mások pszichikai betegséget vélnek felfedezni az ördögűzés hátterében. Nyilvánvalóan ezekre az esetekre is találunk példát a valódi ördögi, démoni megszállottságok mellett. Száraz György nyomtatásban megjelent könyvei megrendelhetőek a nafallas.hu oldalon, illetve hangos könyvként elérhetőek a voice.hu oldalon.